tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntöm a Magyar Villamos Művek Társaság Csoport Szakszeti Szövetségétől azokat a tagokat, akik eljöttek. Köszöntöm azokat a kollégákat, akik a villamos energiaiparból jöttek, de már privatizált társaságoktól, ők szolidaritásban jöttek el közénk. Mind a két csapatban vannak villamos és bányász kollégák. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a nem villamos energiaiparból jött kollégákat, akik eljöttek, ebben a legszámosabban a vasodasok vannak itt. Köszöntjük őket és egy tapsal! De ezen kívül természetesen sok más szakma és sok ismerős arc van közöttetek, úgyhogy őket is köszöntöm. Köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy elmondjam egy élményemet. Amikor ide feljöttem a színpadra, egy újságíró megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jöttünk ide. Sokan mondtam, hogy 3,1% béremelésért, de aztán úgy gondoltam és hozzátettem, hogy alapvetően becsületből. Mert hogy ez egy becsületbeli ügy. Azt gondoljuk, hogy ha nekünk más a véleményünk, akkor legyen bátorságunk eljönni és elmondani hangosan, hogy mivel nem értünk egyet. Eltelt fél év, és a mai napig nincsen az MVM csoportban bérmegállapodás. Fél éven keresztül azt mondták nekünk, hogy nulla keresetszínvonal növekedés, és nulla a szociális és jóléti értékek megemelése. Ez elfogadhatatlan. Szerintetek ezt érdemeljük? Egy kicsit elmondanám a történetét. Annak ellenére mondanak 0%-ot, hogy 2013. februárjában ágazati szinten megállapodtunk arról a munkáltatói szövetséggel, aminek egyébként az MVM vezetése is a tagja, és a szakszervezetek arról, hogy 2013-ban egy keresetszínvonal növekedés legyen, amely a reálérték megőrzését tartalmazza. Ebből a mai napig semmi nem lett. De ha ez még kevés lett volna, 2013. májusában országos szinten született egy megállapodás, amelyen a kormány, a munkáltatói szövetségek és a szakszervezeti konfederációk voltak jelen, amelyben szintén aláírásra került egy ajánlás, amelyben az volt, hogy a keresetszínvonal és a szociális és jóléti értékeknek az érték megállóságát meg kell tartani. Ebből se lett semmi. A kormány részéről lesz, Szomba Sándor írta alá. Ha megtisztelt volna minket ez a kormányzat, hogy munkaügyi minisztert állít, mint ahogy nem állított, és azt sajnáltuk akkor is, akkor ezt a munkaügyi minisztert Szomba Sándornak hívnák. Ő aláírta ezt a megállapodást, és azt gondoljuk, hogy számunkra azért ez egy olyan tényező, amelyet komolyan kell venni, majd látni fogjátok, nem mindenki vette ezt komolyan, mi nagyon sajnáljuk, mert a mai napig nincsen bérfejlesztésünk. Először megpróbáltunk tárgyalni, leraktuk a szakszervezet írásos javaslatát. Íróasztalnál próbáltuk meggyőzni érveinkkel a munkáltatói oldalt, hogy higgyél, hogy nekünk igazunk van. Sajnálatos módon a tárgyalások eredménytelenek voltak. Amikor elérkeztünk egy pontig, azt gondoltuk, hogy segítséget kell kérni. Írtunk egy levelet a miniszterelnöknek, írtunk az illetékes minisztereknek, az államtitkároknak, és írtunk a vagyonkezelő igazgatóság elnökének és a vezérigatójának. A mai napig nincsen bérfejlesztésünk. Eldöntöttük, hogy ezt nem hagyjuk. A Liga felhavására egy sztrájkbizottságot alapítottunk, és egyébként, amit most hallok tőletek, akkor ti is mondjátok, hogy nem hagyjuk!
eldöntöttük, hogy ha már a papírok, meg a tárgyalás nem használ, akkor eljövünk ide, hogy elmondjuk hangosan, hogy mivel nem értünk egyet, mert hogy nem hagyjuk! Megírtuk a petíció tervezetet, elküldtük az illetékeseknek, és némi meglepetésre múlt hét péntekén kaptunk egy hivatalos levelet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóság elnökétől. Ebben nem írt kevesebbet, hogy nem érti, hogy mi a problémánk. Nem érti, hogy miért jövünk el ide tüntetni, mert hogy az igazgatóság már ezt korábban jóvá hagyta, hogy nekünk bérfeleztésünk legyen. Pedig a mai napig nincsen bérfeleztésünk, és ezt nem hagyjuk! Azért sem, mert amikor elmondtuk, hogy nekünk a két ajánlás alapján járna a bérfejlesztés, azt is elmondtuk, hogy a villamosenergiaiparban olyanok az eredmények, ami alapján ezt megdolgoztuk és kiérdemeljük. Engedjétek meg, hogy most felolvassak egy olyan szöveget, amelyből ez egy kicsit világosabbá válik. A hivatalos kommunikációban jelent meg, 50 éves története legsikeresebb évét várt az MVM csoport. Történetének legeredményesebb évét zárt az MVM Magyar Villamosművek ZRT, az általa irányított idén 50 éves MVM csoport. A társaság konszolidált árbevétele az előző événél több mint 100 milliárd forinttal magasabb, közel 770 milliárd forint volt. Az adózás előtti eredménye minden eddiginél magasabb, 97 milliárd forint volt. A tulajdonosok jóváhagyták a társaságcsoport idei éves beszámolóját, illetve a 2011-ben meghirdetett középtávú stratégiának idei feladatait és terveit is. És még egy az Origóról, csak a címet olvasom be, rengeteg pénzt fialt az államnak az MDM. És ezzel együtt a mai napig nincsen bérfeleztésünk. Nem hagyjuk! Nektek, hogy múlt hét pénteken kaptunk egy levelet az igazgatóság elnökétől. Már azt hittem, hogy nem kell eljönni ide tüntetni, mert a levélben a következő szerepelt. Az MVM közgyűlése az a közgyűlés, amelyen, mint korábban idéztem, a legsikeresebb évé zárt az MVM, és a korábbi eredményei alapján rengeteg pénzt igat az államnak az MVM. Tehát azt írta az igazgatóság elnöke, hogy a közgyűlés elfogadta, és az MVM társaságcsoport 2013 évi teljes munkaidős bértömegének 53,7 milliárd forintos összegét, amely bérfejlesztést is tartalmaz az előző évhez képest. A jóváhagyott 2013 évi bértömeg alapján a konkrét bérfejlesztés lebontása már az MVM ZRT kompetenciába tartozik, amely folyamat ismeretei szerint jelenleg tart. Csak sajnos azt kell elmondanom, hogy a hivatal szervezetén belül komoly homokszemek akadályozzák a fogaskerekek forgását. Míg az MVM igazgatóság elnöke ezt a levelet írta nekünk, addig az MVM hivatalos apparátusa és elsősorban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatósága, a vezérigazgató és a humánpolitikai vezető nem engedélyez az MVM számára, hogy a bérfejlesztés végrehajtása történjen. A mai napig nulla a bérfejlesztésünk. Hagyjuk ezt? Tegnap hétfői napon volt egy tárgyalás, egy ismételt tárgyalás, amely sajnálatos módon sikertelenül zárult. Azt gondoljuk, hogy a mi követelésünk reális és elfogadható, hiszen 3,1%-os keresetszínvonal növekedést kérünk. Hogy miért mondta ezt? Azért, mert mi komolyan vesszük, még egyszer mondom, komolyan vesszük a kormány azon álláspontját, ami jelenleg is fönn van a kormány.hu-n, amiben azt szerepel a konvergencia programban, hogy 2013-ban ennyi lesz a mértékadó infláció. És egyébként lehet, hogy mondanak különböző gazdaságkutatók, és különböző akár a bankok ennél alacsonyabb inflációt,
A kérdés az, hogy ebben a dologban melyik a mértadó. Ebben országos szinten egy megállapodás történt, és hogyha egy megállapodást aláír kvázi munkaügyi miniszter, akkor azt a megállapodást illik betartani. Nem hagyjuk, hogy nekünk nulla bérfejlesztés legyen. Megköszönöm, hogy meghallgattatok. És az a kérdésem, hogy még egyszer még én itt szólok, bár még a legvégén a petíciót föl fogom olvasni, adjunk hangot az elégedetlenségünket. Nem hagyjuk!